A magyar himnusz zengte be a palicsi Vigadót hétfő este. A magyarországi vendégek, a helyi politikusok is meghívottak, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztek. Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét is meghallgathatták, amit Babits János Magyarország szabadkai főkonzulja olvasott fel. A levél egyik üzenete, hogy 1848-ban Magyarország a Habsburg birodalmon belül egy iparilag és katonailag is kevésbé fejlett régióként szembe mert szállni a sokkal erősebb hatalommal, először politikailag, majd aztán katonailag is, és alapvetően ez a reményt fejezi ki. A remény az, hogyha viszont a magyarság összefog, akkor a jelenben nagyon nagy feladatokat tud végrehajtani, és ezáltal megszabhatja saját jövőjét is. A nemzet ereje a közösségben és az összetartásban rejlik, véli a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 1848. március 15-e erőt mutatott, és láthatóvá vált a nép, a közösség. És ha ma tanulságát akarjuk ennek az ünnepnek levonni, akkor az azt jelenti, hogy az itt élő magyarságnak láthatóvá kell válnia, és az erőnket föl kell mutatni. A fogadáson finom vacsorával várták a vendégeket.